Tisztelt emlékező és ünneplő közösség! 166 esztendővel a forradalmi események után mindannyiunkban fölmerülhet és föl is merül az a kérdés, hogy van-e még érvényes üzenete a forradalmi eseményeknek, az akkor szívekből fölszakadó vágyaknak, a kitűzött céloknak, és mindazoknak a követeléseknek, elvárásoknak, amelyek akkor megfogalmazódtak, hogy a 166 esztendő alatt egymást követő nemzedékek a magyar szívekben már mindent megvalósítottak azokból a programokból, amelyek akkor meghatározásra kerültek, és azok már mind szárba szökkentek, és a mindennapi életünknek alkalmas velejárói. Nos hát, vannak még olyan üzenetek, amelyek nem teljes egészében valósultak meg, amelyekre érdemes odafigyelnünk. Köztük mindjárt az első, amelyet kiemeltem, hogy a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem azért is, amely lehet, s lesz. A jogok mellé kötelezettségek is társulnak, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a közös munkából, a közös erőfeszítésből. Tollal, karddal, igehirdetéssel, kinek, minek, milyen feladata, élet feladata van, akár egyénileg, közösségileg, köztestületileg. A forradalom és a szabadságharc után is fáradhatatlanul dolgoztak azért, amiben hittek. Magyarország felemelkedéséért. Nem csapongó elképzeléseik voltak, hanem nagyon világos és kiforrott céljai. Tudták, hogy nem állhatnak meg a várakozás birodalmában, nem testpethetnek, hanem terveiket végre kell hajtaniuk, feladataikat, a dolgukat, azt meg el kell végezniük. Összpontosítással, felelősségvállalással, áhítattal és szorgos apró munkával. Erőszak és ellenségeskedés nélkül, mert a gyűlölködés meggyengít, az egymásba vetett bizalom pedig megsokszorozza az erőt. Tudták, hogy a nyitottság és az értékelvűség nem zárja ki egymást. A nyitott, mások véleményére is kíváncsi ember, hogyha a stabil értékrenddel rendelkezik, akkor semmi el nem sodorja, de mégis képessé válik arra, hogy a másként gondolkodóval együtt tudjon gondolkodni, és együtt tudjon cselekedni. Csak egyetértésre van szükség az alapértékekben, de azokban igen. A nemzeti kultúra fontosságában, a pénzügyi szabadság érvényesítésében, a gazdasági önrendelkezés biztosításában és a Kárpát-haza sorsközösségében. A politikai meggyőződés ebből a szempontból teljesen mellékes. A vallási hovatartozás ugyancsak mellékes. És a nemzetiségi hovatartozás is ugyancsak mellékes. Mellékes volt 1848 tavaszán is, és mind a mai napig érvényes ez a megállapítás. Azt vallották, hogy aki teljesíti kötelességét és magáénak vallja a 12 pontban rögzített nemzeti minimumot, annak jár a szolidaritás. De csak annak jár a szolidaritás. A baloldali ácsteszéri Táncsics Mihálynak is, mert ő magáénak vallotta a nemzeti minimumot, és nem Bécsben kereste politikai igazának elismerését. És a konzervatív Hamari Dániel is segítségére sietett, mint ahogy azt az emlékház koszorúzásánál hallottuk, és ott volt Táncsics Mihály börtönből történő kiszabadításánál, mert a baloldali Táncsics Mihálynak, miután a 12 ponttal egyetértett és a nemzeti minimumot magáénak vallotta, járt a szolidaritás.
Az a Hamari Dániel, aki a forradalmi napokban népgyűléseket szervezett, nemzetőrséget alapított, és hogyha kellett, akkor a szabadság megvédése érdekében honvéd zászlóaljat is toborzott. A konszolidáció után, a békés építő időszakban hazatért ide, szülővárosába, Tatára, és orvosként szolgálta a közösségét és katonatársait. Alapított könyvtárat, és alapítója, támogatója volt a Neszmélyi Borász Társulatnak. Szolgálta a közösségét iskolaszéki elnökként, hivatását pedig könyvkiadóként, tankönyvíróként. Azt vallotta, hogy az él a haza, aki annak földjét és tájait megműveli, de csak akkor lehet sikeresen megtartani a megművelt tájat és a hazát, hogyha kiművelt emberfők is hozzá tartoznak, és azok lakják, népesítik be, és szervezik meg mindennapjaikat. Összpontosítással, felelősségvállalással, áhítattal és szorgalommal végezte a munkáját, a személyes dolgát is kapcsolódott be a közösség életébe, mert tudta, hogy nem lehet megállni a várakozás birodalmában, mert abból nincs újjászületés, nincs nemzeti és helyi közösségi újjászületés. Ifjúkori terveit, Magyarország felemelését meg kell valósítania, és a reá első személyes feladatot el kell végeznie, mert azt senki sem fogja helyette elvégezni és pótolni. Mert nagyon jól tudta, és a szívében ott volt Kossuth Lajos üzenete az 1860-as, 70-es években is, a pályája végéhez közeledve is, hogy a haza örök, és nem csak azért tartozunk kötelességgel, ami van, hanem azért is, amely lehet és lesz, de csak általunk. Isten óvja Magyarországot, és Isten tartsa mindazokat, akiknek a szívükben megfogant az a kötelesség iránti vágy, hogy a jogaik mellett a kötelezettségeiket is elvégezzék a saját közösségük Magyarország érdekében. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!